Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Magyarország cukrászati értékei Dombóváron Rákóczi Túrós magyar rapszódia eredeti recept alapján. Országos kupasorozat dombóvári állomással megtelt a pumpapálya a településen. Emlékezés és kerekasztal beszélgetés Palipap Ferenc és a nyitott ház koncepció a Dombóvári Művelődési Házban. Felvonulás, szüreti hangulat, kapos szekcsőn együtt ünnepeltek németek, magyarok. Gábor Sándor aranykoszorús, mesterszakács, mestercukrász már több évtizede készít süteményeket, tortákat és csokoládékat Dombóváron. Ez alkalommal munkája a Magyar Rapszódia desszertcsalád helyett kapott a Magyar Cukrász Ipartestület legújabb könyvében, melynek címe Magyarország cukrászati értékei. A könyvben helyet foglal még Rákóczi János szakácsmesterkének, túrós desszertjének kultuszát őrzi szülővárosa Dombóvár. Az ő életműve a Rákóczi túrós, melynek eredeti receptjét Gábor Sándornak köszönhetően nyilvánossá tettek. 126 évvel ezelőtt született Rákóczi János, a Rákóczi túrós sütemény megálmodója. A sütemény hosszú életutat járt be, többek között felvették a város, később pedig a vármegye helyi értékei közé, majd 2021-ben kiemelt nemzeti értékké nyilvánították. Az idén pedig, hiszen most közeledik 25-én, a szeptember 25-én a születésnapja, most pedig örömmel hallottuk, hogy a Cukrászipartestület kiadott egy könyvet, és ebbe helyet kapott, nem csak a Rákóczi túrós, hanem tulajdonképpen a megyénk két értékkel is szerepel, illetve a város is. Egyrészt Rákóczi János a Rákóczi túrossal, munkásságával, és a Magyar Rapszódiával, ami viszont Gábor Sándor mester, szakács, mester cukrászhoz köthető. A dombóvári cukrászmester elmondta, a Rákóczi túrós a kedvenc süteménye több okból is. Az egyik legfontosabb, hogy eredeti alapanyagokból készüljön. És hogyha megnézzük az alapanyagokat, akkoriban még nem voltak műdolgok, minden természetes volt. Közben ugye a magyar rögös túró uniós védettséget is kapott, tehát ez mindenképpen jót tett az egésznek. Ugye a rögös túró, a tejföl, a vaj, tojás, tehát teljesen jó alapanyagok vannak benne, semmi műanyag nincs, nem kell ízfokozó, meg ilyesmi. És hát, hogyha megnézzük, ez még mindig trendi, holott már a 30-as években sütötték, de a textúrák olyan jól el vannak az egész süteményben. Vannak benne lágyabb részek, ropogósabb részek, és hát azt hiszem, hogy ezt elég nehéz lesz überelni. A dombóvári cukrászmester édessége, a Magyar Rapszódia kézműves bombon már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazódott a mester fejében, de megvalósulásáig sokat kellett várnia. Az áttörést egy amerikai meghívás hozta el, amelyre Gábor Sándor nem szeretett volna ajándék nélkül érkezni. Így kezdett el dolgozni a csokoládé különlegességen. Mindenben a legjobbat szerettem volna. És az már akkor se volt egy olcsó dolog, és akkoriban még nem voltak hungarikumok, de én már magyar alapanyagokba gondolkodtam, a csokoládét kivéve, és hát így került bele kajszibarac, kékszilva, szőlő, vadmegy, méz, márcse, pálinka és dió, ebből lett összerakva a töltelék. A termék mozgató rugója Liszt Ferenc zeneszerző lett. A csomagoláson fekete-fehér zongora billentyűk köszönnek vissza, így ez az elegáns, nem mindennapos édesség később diplomáciai ajándékká vált. A bombon különlegesség több elismerést is szerzett, többek között magyar termék nagy díjat és kiváló magyar élelmiszer díjat kapott, továbbá büszkén foglalhat helyet a cukrászati értékek sorában. Idén indult útjára a Pannon Pump Track kupasorozat, amelynek szeptember 23-án Dombóvár adott otthont. A versenysorozat célja, hogy a hazai pump trackes közösséget aktivizálja, a sporták kialakulását, fejlődését előre mozdítsa, valamint a lehető legtöbb fiatalt, kezdőt csatornázza be a hazai kerékpáros sportéletbe. Kerékpárosok a dombóvári pumpapályán versenyt rendeztek itt szeptember 23-án. A Pannon Pump Track kupasorozatnak volt ez az 5. dombóvári fordulója, 44 résztvevővel. Ez egy országos versenysorozat. A tavalyi évben indultunk néhány Pump Track versennyel, és az idei évre a Kerékpáros Szövetség akkreditálta a versenysorozatot, úgyhogy most ez volt a 6 fordulóból az 5. 15 kategóriánk van,
kerékpáros kategóriák különböző korosztályban, és van roller, kördeszka kategórián külön, ezek nincsenek életkor szerint szétbontva, viszont ők most sajnos nem voltak, nem képviselte magát a roller és a kördeszka sport, a kerékpárosok pedig egészen az U7-es korosztálytól a senior korosztályokig voltak. Akkor tavaly lett átadva 2022-ben a pálya, ez volt az első nagyobb esemény a helyszínen, és országos szinten pedig most már egyre elismertem, meg egyre úgy összességében ismertebb ez a műfaj, hogy pump track, vagy magyar nevén pumpapálya. Még nem egy akkreditált szakág a kerékpáros szövetség sportrendszerében, vagy versenyrendszerében ez a műfaj, de azon dolgozunk, hogy ez mi hamarabb így legyen. Én azt gondolom, hogy az adottságai azok lehetővé tennék, hogy olimpiai sportág is legyen egyszer. Ez nemzetközi vagy magasabb szinten fog majd eldőlni persze, de itthon minden esetre most elég jó az infrastruktúra. Minden évben körülbelül 15-20 pálya kerül átadásra az országos Bringa Park program keretein belül, és egyre többen használják, egyre többen aktívan vannak a különböző pumpapályákon itt országszerte, úgyhogy a versenyeket is egyre többen látogatják. Én azt gondolom, hogy a kerékpáros sportban ez a pump trackezés vagy pumpapálya használat, ez az alapozó szakág gyakorlatilag. Szerintem egy bringásnak, vagy aki a bringasport iránt érdeklődik, annak alapvetően itt kell kezdenie, és majd itt a képességeinek a fejlődésével eldől, hogy illetve az ő tudásával és az ő gyakorlottságával majd eldől, hogy melyik szakákba tud aztán kibontakozni, de alapvetően azt el lehet mondani, hogy itt a mozgáskoordinációs képességek fejlődnek rendkívül, az izomzatnak a különböző pontjai nagyon jól fejlődnek, illetve az állóképesség is rendkívül jól javítható, fejleszthető a pumpapályákon, és ami ennek az egésznek szerintem a legextrább dolga az az, hogy szabadtéren, barátokkal és egy ilyen nagyon aktív, nagyon szórakoztató formában lehet ezeket a képességeket fejleszteni. A Pannon Pump Track versenysorozat Szadán folytatódik október 14-én. Terveznek egy zárófordulót is, amit Budapesten tartanak meg október 21-én. A főszervező azt mondja, jövőre szívesen visszatérnének Dombóvárra ezzel a versenysorozattal. Bali pap Ferencre emlékeztek és felidézték a nyitott ház koncepciót a Dombóvári Művelődési Házban szeptember 23-án. A Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat keretében tartották a megemlékezést és a múltidézést az egykori munkatársak, barátok. Volt egyszer egy nyitott ház címmel tartottak emlékezést és kerekasztal beszélgetést a Dombóvári Művelődési Házban. Bali pap Ferencre emlékeztek és a nyitott ház koncepcióról beszélgettek a résztvevők a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat keretében szeptember 23-án. Maga a rendezvény az egy országos esemény, ami nyilván egy kicsit tematizálni szeretné, hogy a művelődési intézményekre jobban figyeljenek, és itt Dombóváron pedig hát a Művelődési Ház ennek az alkalomnak igyekszik megfelelni, és egyúttal a háznak egy kultikus alakja, Bali pap Feri, aki az első igazgató volt ebben az új épületben, ő ma lenne 75 éves, tehát ennek a születésnapja is van, gondolom, hogy ezt is azért majd megemlítjük. Amiről most mi a délelőtt során, amire kértek bennünket, hogy azok az emberek, akik régen, amikor ez a Művelődési Ház átadásra került, volt egy szakmai megújító mozgalom, a nyitott ház kísérlet, és akik ebben részt vettünk, és még élünk, mert azért eléggé fogynak körülöttünk az emberek, hogy jöjjünk el és beszéljünk erről egy kicsit egymással is, meg hát akik érdeklődők vannak azokkal. Ez azt jelentette, hogy a Művelődési Házaknak egy hagyományos tevékenységet próbálta megújítani, mindenütt a települési adottsághoz igazítva, tehát ugyanez egy országos kezdeményezés volt, de teljesen más volt a helyzet a Nógrád megyei Magyar Nándorban, Dombováron, ami egy történelmi város, Budapest Újpalotán, ami egy lakótelep, és mondjuk Zala-Szentgróton, ami egy másik típusú város, és mindenütt azokat a sajátosságokat kellett megtalálni a kollégáknak, és az ott a nyitott ház kísérletnek az érdeme, ami a településen sajátos arculatot ad, és ami az ott élő embereknek az igazi mindennapi problémája, és hogy lehet kinyitni, és az ünnepnapi kultúrából a mindennapibbá tenni a művelődési házat.
Illetve a nyitott ház azt is jelentett, hogy a ház gyakran kiment a területre, a településre, és ott próbált mozgósítani embereket, eseményeket szervezni. Nagyjából ennyi. Hogy volt, jó volt közművelődés Dombóváron? Erről szólt a délutáni beszélgetés Marcali Ferenc vezetésével. Én 1979 és 89 között ennek a Dombóvári Művelődési Háznak voltam az igazgató helyettese, Balipap Feri volt az igazgató, és amiről beszélgetünk, az a nyitott ház kísérletnek a helyi dombóvári megvalósulása. Régi kollégák lesznek itt, illetve olyanokat is hívtunk délután, akik akkor abban az időben közel álltak hozzánk a házhoz. Azt gondolom, pont ez volt az érdekes benne, hogy megteremtette a nyilvánosságnak egy új formáját, egy olyan formáját, ahol a társadalmat érintő kérdéseket meg lehetett kritikus hangon vitatni, tulajdonképpen megadta a lehetőséget az embereknek a szabadság kis köreinek a megteremtésére, ahol autonómként tudtak élni. A mi fő feladatunk, azt gondolom, akkor az volt, hogy a közösségi cselekvést segítsük. Persze volt ebben nyilván politika, mindig ilyen gúzsba kötve kellett táncolni, a gúzsban táncot kellett tulajdonképpen megvalósítani. Izgalmas egy korszak, időszak volt. Ami igazán érdekel most engem, hogy vajon ennek a nyitott ház koncepciónak napjainkban milyen megvalósulási formái lehetnek. Ezért is várom kíváncsian a mai napot, hogy meghallgassam erről mások véleményét. Egyesületek tömkelegen, csak a Városszépítő Egyesületet, a Kertvárosi Egyesületet, ha említem, tulajdonképpen helyi újság, a televízió, a helyi televízió ebből nőtt ki. Az első orvosbálnak a megszervezésében benne voltunk még itt a szomszédiskola aulájában, ami aztán hát azóta már hagyományossá vált. A társadalmi filmforgalmazás során rengeteg nagyon izgalmas beszélgetés zajlott. Különböző folyóiratok, például a Mozgóvilág cikkei kapcsán egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt az Kórház üzem címmel például, amire jó szívvel gondolok vissza, és a helyi orvostársadalmat nagyon megmozgatta. Ilyen rendezvényekre kell gondolni, ilyen kezdeményezésre. És hát a fiatalok, ugye ez a P-mobil Kartágó Beatrice, most hallottam kollégáktól, hogy a Magyar Zeneházába nekünk írták a dalt magyarok történeti kiállításon. Van egy néhány soros levelem a Művelődési Ház fejlécével, amit Ferónak, Nagy Ferónak írok, hogy kedves Feró, a P-mobil meg a HIT koncert, a HIT koncert után, meg előtte is már a közönség kicsit felforgatta a várost, és ezért a Ricse koncertet toljuk el néhány hónappal, amikor csendesednek az indulatok. Ez a korszak is. Ez volt. A beszélgetésen egykori munkatársak emlékeztek az elmúlt évtizedekre, illetve felidézték Balipap Ferenc munkásságát, személyiségét. Szüreti fesztivál tartott a Kaposszegcsőn szeptember 23-án. A Német Nemzetiségi és a Települési Önkormányzat szervezte az eseményt, ahol zenés felvonulással indult a rendezvény, a programokat pedig zárt helyen az iskola tornatermében tartották az időjárás miatt. Zenére népi viseletben vonultak a kaposszegcsőiek a településen szombat délután. Szüreti fesztivál tartottak a hagyományok szerint, amit a Német Nemzetiség és a Kaposszegcsői Önkormányzat szervezett. A helyi iskola tornatermében állították fel a színpadot a rossz idő miatt. Kaposszegcsőn évtizedes hagyománya van a szüreti felvonulásnak. Minden évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezi, most már pár éve a Sima Önkormányzat is beszáll ennek a segítésébe. Azóta kicsit nagyobb volumenű ez a rendezvény. Gyakorlatilag ezt a közösségi háznál szoktuk szervezni, most a rossz idő miatt átterveztük ide be a tornaterembe. Szerencsére kegyes volt az időjárás, és mégis tudtunk menni egy kört, tehát meg volt a felvonulásunk. Most pedig kezdődnek itt a műsorok, ahol a Bonyhádi, a Nagymányoki Német Nemzetiségi Tánccsoport
csoport, illetve a kaposszegcsai iskolának a tánccsoportja, valamint az óvoda lépnek fel. Kaposszegcsán vannak borosgazdák, igen, minden évben tavasszal van is bor és pálinka versenyünk. Most is ajánlottak fel saját borukból gyakorlatilag a gazdák kínálót, illetve ugye szeretnek az emberek kijönni erre a rendezvényre. Gyakorlatilag ide most egy ilyen 1000 főt várunk körülbelül a mai napon. A második világháború előtt sok német nemzetiségű család élt a községben, tudtuk meg a nemzetiségi önkormányzat elnökétől. A kitelepítés előtt 1948. május 13-án telepítették innen a németeket, akik 1775 táján 9 család érkezett mindössze, és a háború előtt fele-fele arányba volt a magyar-német, és ezek nagyon jó közösségbe éltek itt együtt. Itt nem volt külön német utca, meg magyar utca, mint máshol. Ezt bizonyítja a két templom is, amelyek egymás mellett állt. És ilyen békességben, egymás mellett élésben éltek a magyarok, németek. Egy német ház, egy magyar ház. Egy német ház, és ez sajnos a háború idált felborult, és jöttek a gyűlöletek, meg egyéb, és a kitelepítés után nagyon kevés. Az utóbbi népszámlálás 110 vallotta magát német anyanyelvűnek. Ezt a rendezvényt Kaposzegcső Német Nemzetiségi Önkormányzata már a 80-as évektől rendezte, és nagyon fontos a hagyományápolás, a múlt tisztelete, és ez a rendezvény, mivel a szüret nem csak svábok laktak itt, nem csak a német nemzetiségi feladata, hanem a magyaroké is, és ezt az utóbbi években közösen a nagy önkormányzattal rendezzük, és nagyon jó együttműködés a polgármestere, és nagyon nagy segítség, hogy ezt nem egyedül 3 személynek kell felvállalni, mert ugye a nemzetiségi önkormányzat tagja mindössze 3 személy, és ezt nem csak nekünk kell felvállalni, hanem a faluval közösen, és ezt a standokat, ezt mindig kint szoktuk a falu helyszínein tartani, és nagy körbe végigvonulunk zenével, tánccal a faluba, de most az időjárás veszélye miatt nem bíztak abba, hogy jó idő lesz, én bíztam benne, és így ide beszorultunk a tornaterembe, és minden évben ezt megcsináljuk hagyomány ápolás céljából. És még egy verssel szeretném befejezni, ha a rózsák nyílnak, mondva ennél szebb. De százszor szebb, ha bort kortyolva nézel. Neki is bort inni rózsakertőrében, a rózsák még talán egy hétig élnek. Aranyborral színültig tölts a kancsot, s kínált kincsként a megfáradt szegénynek. Jelenleg a község népessége 1482 fő a 2021-es adatok alapján. Az itt élők 7,6%-a vallotta magát németnek a 2011-es népszámlálás során. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!